Hellosztok, köszönöm, hogy újra mindenkit visszatértünk a Polybridge folytatásával, és azt nézem, hogy most már majdnem két fejezetet is megcsináltunk, és van ez a harmadik, amire pont most kezdtünk bele. Azt hiszem, ennek az első szintjét csináltuk meg, és az is baromi nehéz volt. Na nézzük a következőket, hogy miket hoznak azok. Hát egy markológépet kéne átvinni egyik helyről a másikra. Nem tűnik annyira nehéznek, azt a számítva, hogy van középen itt egy csillag. Hogyan vigyem le ilyen nagyon-nagyon ereszkedve ezt a hidet, úgyhogy ezt felszedjen, ne szakadjon le alatta, hiszen ez egy dózer, vagy nem tudom, hogy mondjam, mi is markológép. Szóval, hogy ne törjön szét alatta, és még át is vigyük, hát nincs túl sok helyen, be tudom kötni a hidat. Szerintem itt egyedül egy dolog lehetséges, ilyen erősített utak, és háromszögek. Mert mi más? Ez lesz az alapja. Szerintem ezzel nagyon nem lőhetünk mellé. Micsoda? Átmegy? Emberek, átmegy a dózerünk? Na hát, hogyha most fel is tud haladni. Gyerünk! Nem, ne szórakozzatok, ez egy tökéletes megoldás volt. Na, hát ez mennyivel egyszerűbb, mint az első szint. A második az jobban ment. A háromszögek és a kötelek tökéletes alkalmazásával úgy látszik, ez össze is jött. De jó, valaki megcsinált egy felülről így összekötve a vasakkal. Na most itt megint érdekes a feladat. Van itt egy fenti meg egy lenti autó, mind a kettő elég súlyosnak néz ki, hát igazából át kell vinni őket egyik oldalról a másikra, és mind a kettőnek össze kell szednie. Ó, hogy azért van a rugó egyébként benne, hogy meg lehessen oldani, hogy amikor átmegy rajta a nagy teherautó első része, akkor kicsit besüllyedjen és összeszedje a csillagokat. Tehát nem is kéne ezt az utat süllyeszteni feltétlenül. De lehet, hogy működik rugó nélkül, és egyre megpróbálom rugó nélkül összehozni, jó? Okay! Száj, mit ide rugózás? Megvan! Na ez is egy easy szint volt. Most könnyű szinteket ad. GG, ez az. Na most akkor a helyzet a következő. Igen, itt jön egy hajózás, és tessék, jöhetnek a hidraulikák is újra képbe. Szeretem a hidraulikákat, mert nagyon jól kinéző dolgokat lehet vele megcsinálni, de nem egyszerű a használatuk. Ettől függetlenül tök jók. Most elsőnek gondolom meg kell húzni az utat, és tökéletesen kijön, hogy itt van a közepe, pont ahol a hajónak is a közepe van. Olyan jók egyébként, hogy ezek a hajók nem úgy mozognak, mint a valóságban, hogy nem lehet ennyire mérnöki pontossággal belülni oda középre. Viszont most nézem, csak van egy probléma. Még a kis taxi átmegy, és nem kell neki összeszedni semmit, addig van itt egy szürke csillag ennek a szürke autónak. Anyas voltál énekből még annó? Nem is tudom. Amúgy szerintem ötös, mert hogy nagyon nem kellett, nem az éneklést értékelték ott, úgy, hanem ez egy kicsit fura, de szerintem senkinél nem az éneklést értékelik úgy igazán. Hanem inkább az, hogy mennyire hajlandó az ember megcsinálni feladatokat, amiket énekből adnak, meg ilyesmi. Hol veszik komolyan az ének, olyan nálunk a tanárnő órára se járt be. Hát vannak olyanok, akik komolyan veszik amúgy. Egyrészt nekem voltak ismerőseim is, akik azért megszóltak, amikor azt mondtam, hogy hát de talán az ének az nem a legfontosabb, akkor rögtön mondták, hogy pufázol. Az ének az igenis legfontosabb tantárgy, szóval én ezt el tudom képzelni, hogy mindenkinek megvannak a diákok közül is, meg tanárok közül is ezek a preferenciáik. De na például nálunk az a filozófia, ami szerintem egy sokkal izgalmasabb, érdekesebb és hasznosabb tantárgy esetleg, mint mondjuk egy éneklés, mert az egy teljes világszemléletére tudja meghatározni, de olyan rossz filozófia tanárunk volt, és annyira komolyan akarta venni ezt az egészet, hogy pont az ellenkezőjét ért el. Na ha, amiből én kettes voltam, az a filozófia. Abban én olyan ketteseket szereztem, mint az állat. Aztán évvégére szerintem egy hármast össze tudtam szerezni, meg ugye nem is volt azt hiszem a legutolsó évünkben, de ilyen jó tantárgyat, így elcseszte. Filozófiát a legjobban utálta mindenki. Egy olyan tanár tanítottam, akire így ránéztek, és így az jut eszetekbe róla, hogy na, hogyha én egyszer felnőtt leszek, ilyen ember nem akarok lenni. Hát, még úgy pont nem szakad össze. Bár csodálkoznék. Mert most nagyon sokat csökkentettünk. Oké. Okay. Hát ezt most stabilan tartja. Na most ne essen össze, most jön a hajó. Gyerünk, férj át alatta, kis tenger alattjáról, gyerünk! Ez az! Egy tökéletes híd, emberek. Mondjuk épp hogy csak benne vagyunk a büdzsébe, de
Jó ez! Valóságban ez amúgy nem áll össze, mert ott szerintem középen eléggé összefolyt. Viszont olyan stabilan tartja, hogy ez nem igaz. Tehát itt aztán semmi meg se remeg. Ezt én most felvezetem, remélhetőleg pont elér ide. Tökéletes. Ekkora hidat, nem is tudom, kellett már ekkora hidat bármikor is építeni, ez hatalmas nagy. Na jó, most jön akkor a nehezebbik része, meg vagyunk akkor a vasakkal, vasassal, meg talán a háromszögekkel is. Hogyan lenne ez kötelekkel? Meg kaptunk rugót is. Micsoda? Nekem a volt angol tanárom volt fogykos, olyan pontossággal tudta meghúzni a hajunkat, hogy csak na, meghúzni a hajatokat, Jézus. Már tudom, hogy ja, régebben ugye még az is teljes természetes volt, hogyha az embert jó szítverték a sülében, és van, lenne egy-két ember, nekem is volt egy-két osztálytársam, akire jól ráfért volna, hogyha egy tanár szíjjel veri, de azért nem sűrűn szoktak még hajat se húzgálni, szóval ilyen például nem volt, hogy valakinek meghúzzák a haját. A legdurvább atrocitás, amit atrocitásnak lehet egyáltalán mondani, az, hogy egy osztálytársamhoz hozzávágták a krétát. De hát az is olyan, hogy most egy kréta annyira nem fáj. Csak hogyha mondjuk a szemgolyóra tüti ki. Micsoda? Meglökte egy osztálytársamat, ő pedig lefejelte a fűtőcsövet és össze kellett varni a fejét. Na, az már durvább. Azért mondjuk szarul érezhette gondolom magát a tanár is utólag. Mi ez nem annyira rossz ötlet. Úristen. Ez megy. Oké, ez most határozottan jó ötlet volt. Hogy tartják meg a kötelek? Ezek a kötelek csodálatosak. Ceruzával szokott dobálni. Nekünk annyira nyugodt volt azokhoz a sztorikhoz képest, amiket leírtatok, hogy miket szoktak csinálni a tanárok, ahhoz képest nekünk semmi. És nem hiszem, nem tudom, lehet, hogy csak jók voltunk, lehet, hogy csak tanárok voltak kevésbé szigorúak, de nekünk nem volt ilyen. Meg mindenkinek vannak ilyen sztoriai egyébként, és sem tudom, hogy lehetséges, mert nekünk ilyen se volt, hogy a portás pedofil, tesi tanár pedofil, apa nem ment át, mert nem feküdt le a tanárral, tessék, ez meg a másik, hogy szexuálisan zaklatta a diáknő a diákot, vagy mi, a tanárnő a diákot. És olyan hír, hogy folyamatosan jön szembe velem a Facebookkal, mit tudom, nekünk miért nem volt ilyen, hogy zaklatott minket szexuálisan egy tanárnak, nem volt semmi ilyesmi. Meg nem panaszkodásnak gondoltam én, csak nekünk nem volt ilyesmi, hogy pedofil portás, meg ilyenek. Na, azt se bírtam amúgy, amikor egy tanár bratyizgat, tehát így haverkodik a diákokkal, mint hogyha ő is olyan laza srác lenne, mint amilyenek a diákjai, mert ő annyira kis fiatalos, hogy miért kell úgy csinálni egy tanárnak, mint hogyha olyan hatalmas, hogy haverok lennétek. Most vagy legyen, akkor tényleg ilyen fiatalos, 20 éves tanár, aki gyakorlatilag a diákaival majdnem, hogy egyidős, de általános és középiskolában nincsenek majdnem, hogy egyidős tanárok, még akkor se, hogyha 20 éves a tanár, ahol egyidős tanárok vannak először, az főiskola, egyetem. És ott már érthető, hogyha bratyizgatnak, úgymond, hogy haverkodnak így a diákokkal. És akkor ugye nálunk is azért egyetemen már nem nagyon volt olyan, hogy valakit magázni kellett volna, ott ugye már mindenki tegezett mindenkit, mert majdnem, hogy egyidősek voltunk a tanárokkal sokszor, pláne, hogy ugye mi meg így a metropolitánon elég fiatalosak a tanárok, hiszen maga a szak is, hogy média design, ez egy fiatalos dolog. Nemrég jelent meg még csak, és azért nincsenek is nagyon benne idős tanárok. Szóval, hogy ilyen helyen megértem. De amikor elkezdenek általános iskolába úgy csinálni, mint hogy a diákok szintjén lennének a tanárok, és közben meg 20-30 évvel idősebbek, de valamikor 40 évvel idősebbek, és úgy csinálni, mint hogy kínos. Let's go! És az elejét, hogy majdnem leszakadt, nagyon jó. Ne, kérlek, ne! Ez az! Úristen, megcsináltuk! Na most jöhetnek a GG-k, azt a mindenit, végre! Ez egy nehéz szint volt, mit nem mondjak. Úristen, valaki ilyen támasztékokat használt! Ez eszembe se jutott. És így csak ezt filmezte le. Ez az egy támasztás. Itt is a támasztás. Nézd meg, hogy megmutatta ott a támasztás. Na, hát egy ugrató szint jön megint, emberek. Hármat is kell ugratni. Oh no. Gyerünk! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yes! Meg is vagyunk! Király.
Minden összejött úgy, ahogy terveztük. Jól állunk, jött a következő szint. Egy buszos! Úgyis sok szó volt most a suliról, hát tessék! Vajon elkésnek, nem késnek el, kapnak-e intőt, kapnak-e beírást? Mi fog itt történni ezekkel az iskolásokkal? Leszakadnak? Túlélték? Mégis meghaltak? Hát meg lehet tenni a tippeket, kérem szépen. Van egy érzésem, hogy kell használni köteleket. Igazából gyalogoljanak be, tudjátok mit? Minek ide busz? Gyalogoljanak be, csinálj egy hidat az embereknek, amit el is bír. Én arra vagyok szakképzett. Na nézzük. Senki nem indult még meg, sehová sem ment senki. Nem halt még meg senki. Mi a tököm? Nem bírok megtartani egy hidat. What? Itt van egy ilyen funkció? Úristen! Hát így csinálnak ilyen híves hidakat. Így, ez, így tudnak ilyen profi dolgokat összehozni. Ez azért, ez elég jó funkció. Biztos függőhídbe kell gondolkodni, most attól még itt van ez a funkció, ez jó, de tudja, hogy a függőhíd lesz a megfelelő döntés, emberek. Menjen felfele, és töltsd ki fával. Jó, ezt kipróbálhatjuk. Jó, hogy ezért találták ki ezt így, hogy ez így pont összeérjen középen. Azt hittem, hogy az utat kell ide tenni. Olyan, mint egy vagy mint egy korona. Aj, Engineer Music nélkül mit érek én? Amúgy lehet, hogy Csepének igaza van, lehet tényleg az Engineer Music hiányzott erről a streamről, és azért nem megy most ez a híd. Na nézzük. Tudod mit? Halljatok meg! Úgy van! Menj le, te hülye csuklós busz! Az az! Konkrétan, kipróbáltok simán, ledőlt. Kipróbáltok homorúan, ledőlt. Kipróbáltok púposan, ledőlt. Na, ez egészen jól néz ki, mint híd konstrukció. Nézzük, hogyan szuperel. Jó. De majdnem összeszakad magától, mert... ide még kéne tenni valamit. Nem tudom megcsinálni ezt a szintet! Nem tudom! Nem adhatom fel! Ezen a hídon át kell jutni az iskolásoknak. Úgyis annyira sok szó volt róla. Találkozunk egy másik előadáson. Sziasztok!